Na sziasztok, kívánok mindenkinek egy csodás jó reggelt. Én megérkeztem a gyönyörű szép Genovába, hál' Istennek nem esik az eső, egy kicsit be van borulva, megmondom nektek őszintén, de annak nagyon örülök, hogy nem esik az eső. És hát miért jöttünk ide valójában? Hát gyertek, megmutatom nektek, ahogy szokott mindig lenni. Ta-ta-tam! Hát ide fogunk felülni. Gyertek velem! Sikerült letenni a bőröndöt. Elmondom nektek kb. Hogyan történnek a dolgok. Itt van egy másik terminál, oda be kell menni, ott kell letenni a bőröndöket, ugye? És most pedig, ott ahol állnak az emberek, ott pedig megcsinálják most a check-in. És akkor aztán, ugye valójában ezek a hajóutak úgy működnek, ugye az ember mikor mint a repülőjegynél, ott kell lenni előtte 2 órával, nekünk 2 órakor van a felszállás a hajóra. Most itt, ha jól megnézem, 12 óra van. Itt vagyunk pontosan, hogy minden úgy menjen és úgy alakuljon, ahogy szeretnénk. Hamarosan majd bemegyünk oda a terminálba, és akkor lesz lehetőségünk felülni a hajóra, és akkor meg tudom nektek mutatni, hogyan is néz ki valójában belülről. Gyertek! Eljött végre ez a pillanat is, megkezdjük a beszállást. És meg is érkeztem. Hál' Istennek már túl is vagyok az ebéden, amit majd egy külön videóban fogok nektek megmutatni. Irgalmatlan sok finomságot ettem. Most csak gondoltam, hogy nem tudom nektek, hogy mennyire gyönyörű igazából itt ez az egész, mennyire gyönyörű itt ez a sétány, és megyek most felveszem, hogy tudjam nektek megmutatni a szobát. Még ezt is meg szeretném nektek mutatni, hogy mennyire hosszú a folyosó, és mennyire sok szoba van. Csak mész, még csak mindig mész. És ez csak a 20%, amit láttok. Nagyon-nagyon-nagyon nagy. És aki ma érkezett, amikor a check-in megcsinálod, akkor hagyod a bőröndöt, ide leteszik neked a szoba elé. Ez ugyanaz a procedúra, amikor el is mész, este mi már ki kell tegyük a csomagot, ahhoz, hogy reggel már lent legyen a hajónál. És megérkeztünk. Na gyertek. Voilà! Ez a szoba, ami nagyon fontos, hogy van készít a napi program, milyen koncertek, milyen események találhatók, és nem más, mint utazás, be lehet iratkozni. Lehet egy jó kis felsgőt kérni, ugye itt vannak az árak. Ha szeretnél bármit rendelni a szobába, vagy esetleg elfogyasztani a minimárból, és megnézzük a... Szekrény. Hát igen, ennek a szobának csak annyi a legnagyobb problémája, se ablak, se balkon, de viszont őszintén nektek megmondva, volt amikor egész nap lent voltunk, vagy fent voltunk a medencénél. Itt van vagyok én. Na, sziasztok! Amikor utoljára bejelentkeztem, meg volt az ebéd, mert kb. 2 órát vett igénybe az, hogy felszálljunk ugye a hajóra. Csináltam nektek egy pár képet, egy pár videót, utána jöttem gyorsan átöltözni, és egy kicsit jacuzzizni. Megnéztem, milyen a víz. Igazából egy picit átnéztem a hajót, ugye 10%-ban lehet már csak megnézni a hajót, mert annyira nagy, hogy egy hét sem elég arra, hogy az ember meg tudja nézni, hogy mit tartalmaz. Annyi minden van, hogy több adás nem lenne elég arra, hogy nektek megmutassam. Nézzétek meg, kint tiszta borult volt az idő, aztán úgy lepirultam, és le is barnultam. De ezt akarom nektek megmutatni. Ugye be van készítve, aki esetleg erre jár és ilyen hajóra utazik, ugye van ilyen internet paket, 11 euró per nap, és aztán ugye lehet 3 napra, 4 napra, egész hétre, meg jó csomulottság szerintem. Minden nap amúgy, ezt nem tudom nektek pontosabban, bekészítenek egy ilyen programfizetet, amiben megtalálható az egész napi program. Tudnotok kell, hogy egyáltalán nincsenek öregek, és nagyon sok azt hiszitek szerintem, hogy az ember elmegy egy hajóútra, és akkor csak tele van öregekkel. Tévedtek, és én is ebben a hitben hittem, és én is nagyon-nagyon nagyot tévedtem, mert messze nem így van, tele van fiatalokkal, és igazából megmondom nektek egy ilyen 35 évtől egészen 40-45 évig korig rengeteg ezekben az évben kategóriai emberek vannak itt. Mivel a hajó 21 emeletes, és minden emeleten van valamilyen program, az elejében, végében, közepében, ezért itt minden le van írva, persze az is le van írva, hogy milyen tematikai a valójában az este. Amit tudnotok kell, hogy nem kell este frakba öltözni. Talán egyszer voltam a Massachusettsnek a, nem is tudom, milyen hajó volt. Pontosabban a Massachusetts Seaside-on történt meg egyszer úgy, hogy nem néztük ugye meg az estének a tematikáját, és akkor frakba, hát nem frakba, smokingban, elegánsan. Na és én akkor pont így fog, így
fogtam, kis sportosan mentem, mert nem néztem meg. Casual stílusban mentem. De ez egyszer történt meg, aztán a tavaly, amikor voltam a Kosztán, ott meg egyáltalán mindenki felöltözve, hogy ebben nem kell gondot csináljátok, hogyha erre jártok. Nyilvánvaló, persze ingeim vannak, azt majd gondolom, holnap fogom felvenni. Szerintem smokingot nem kell hozni, se nem frakkot. Megyek vacsorázni, és megmutatom nektek, hogy mi finomat lehet vacsorázni egy ilyen hajón. Amúgy tudnotok el, van irgalmatlan sok vendéglő, meg fogom nektek pontosan mondani, hogy hány van összesen, de nagyon-nagyon sok van. A menüből ki lehet választani, amit meg fogok azt is mutatni. Menüből ki lehet választani, van 3-4 féle elsőfogás, 3-4 féle másodfogás, ki lehet választani mindegyikből egyet. És az embernek, hogyha nagyon ízlet, akkor nyugodtan mi kérhet. Na rendben, gyertek vele vacsorázni!